Nézzük most meg egy közepesen nehéz 8x8-as Better Ships-nek a megoldását. Kezdjük a legegyszerűbb mezőknél, talán itt. Hiszen ez biztos, hogy hajóelem kell, hogy legyen, ami abból látszik, hogy ez itt egyenes, ez pedig a másik széle pedig itt. De van kerekítve. Ezek fölött, mivel ez egy legalább egy kettes hajó lesz, azért ezek itt fölötte mindennyien víz kell, hogy legyenek. Valamint, mivel ez egy egyes hajó, azért ezek mellett, ez mellett is minden elemnek víznek kell lennie. Valamint ebben az oszlopban, mivel 0 darab hajóelem van, ezért itt minden elemnek víznek kell lennie. A második oszlopban kijött a két hajóelemünk, tehát összes többi az már csak víz lehet. Az első oszlopban három hajónak kell lenni, három hajóelemnek. Egy már megvan, két üres helyünk van, tehát ez mind a kettő hajóelem kell, hogy legyen. Alulról a második sorban kijött az egy darab hajóelemünk, tehát az összes többi az mind víz kell, hogy legyen. Megnézzük ezt a negyedik oszlopot, akkor látható, hogy ebbe összesen 5 darab hajóelemnek kell lennie. Eddig még nincs hajóelemünk, 5 üres helyünk van, tehát ennek mind az 5-nek hajónak kell akkor lennie. Ebből a 3-as hajóból következik azonban, hogy ez itt már csak víz lehet minden elem. Szerintem ezeket nem csatlakozhat már hajóelem, sehova sem. Alulról a harmadik sorban kijött az egy darab hajóelemünk, tehát az összes többi az mind víz kell, hogy legyen. Ötödik oszlopban egy darab hajóelemünknek kell lenni. Nincs még hajóelemünk, összesen egy üres helyünk van, tehát biztos, hogy hajó kell, hogy legyen akkor. És nézzük meg! Ez az elem itt lehet-e víz. Ha ez víz volna, akkor ennek is, meg ennek is hajóelemnek kellene lennie, ami például azért lehetetlen, mert akkor ez itt egy egyes hajó volna, ez viszont már akkor az ötödik egyes hajónk lenne, ami ellentmond annak, hogy a minden egyes hajóelem már megvan, hiszen csak 4 lehet. Ezért biztos, hogy hajó kell, hogy legyen akkor. Abban hajóelem. Ebben az oszlopban is kijött az egy darab hajóelemünk, tehát az összes többi az mind víz kell, hogy legyen. Ezt az első sort nézve, mivel itt 3 hajóelemnek kell lenni, egy már megvan, 2 üres helyünk van, tehát mind a kettőnek hajóelemnek kell akkor lennie. Következő sorban 3 hajóelemnek kell szintén lennie, egy már megvan, 2 üres helyünk van, tehát mind a kettőnek maradékból hajónak kell lennie. Nézzük meg, hogy hova tehetjük ezt az egy darab 4-es hajót. Tehetjük-e ide? Ha ide tennénk, alá a kettő meglévő alá a 2 hajóelemet, akkor ez már csak víz lehetne, és akkor ebben a sorban már csak úgy lehetne 4 hajóelem meg, hogyha ez is itt hajó volna, és akkor ebben az esetben 4 darab hajó, 4-es hajónk 2 lenne, holott csak 1 lehet, ugye? Ezért biztos, hogy nem lehet a 4-es hajó itt, ebben a oszlopban. Lehet-e itt? Ha ez itt mind a kettő, itt ez alatt hajóelem volna, akkor ez a sor 1-2-3 meg lenne a 4 hajóelem, tehát ennek víznek kéne lenni. Valamint itt is meg volna, ez is hajó volna, ugye? Meg lenne a 2 darab hajóelemünk. Ez itt látszik. Ennek is víznek kéne lenni. Ebben az utolsó oszlopban 4 darab hajóelem
Csak úgy jött ki, hogyha ez is hajó volna, meg ez is hajó volna, de ha ez hajó volna, akkor egyes hajó kellene, hogy legyen, pontosabban az lenne, tehát akkor ez itt, ez a lehetőség sem lett. Így aztán a négyes hajónk egyedül már csak alul lehet itt. Ebből következik, hogy ez már csak víz lehet itt. És akkor itt ebben az utolsó oszlopban a két darab kettes hajó már csak úgy jött ki, hogy itt víz lesz, illetve ez itt hajó lesz. Hiszen majd itt hármas hajó lenne, akkor megint csak egy darab hajónk lenne itt. Már pedig itt nem lehet egyes hajó, tehát ez itt kettes hajónak itt kell lennie. Ez csak víz lehet. Ebben a sorban akkor a negyedik hajóelem már csak itt lehet. És akkor ebben az oszlopban kijött a négy hajóelem, tehát ez már csak víz lehet, meg ez is víz lehet. És akkor ezzel ezt a metal chipset meg is oldottuk, ennek a megoldása tehát így néz ki. Itt van a négyes hajónk, itt van az egyik hármas, itt a másik hármas, itt van egy kettes, két kettes, három kettes, és itt van a négy, egy, kettő, három, négy darab egyes hajónk.